tulajdonképpen a legjobb pedagógiai műfaj, amit angolul úgy hívnak, hogy lifelong learning, egészen a halálig az ember tanul, de azért még messze van, tehát nem erre akartam magukat biztatni, de mindenképpen ez a legnemesebb dolog szerintem, és mint tanárnak ez mindig az egyik kimagasló élményem, amikor ilyen közönségem van. Arra kértek föl, hogy a romák helyzetéről beszéljek. Meg kéne keresnem persze a szlájdomat, amit mindjárt megtalálok. De azért addig is elmondanám, hogy a saját szakértelmem, hát annak vannak korlátai, különös tekintettel arra, hogy a kérdésben a szociológia, és magam, mint szociológus mondhatom, hát nagyon gazdag a tudományos teljesítmény. Tényleg a 70-es évektől kezdve, csak Kemény István nevével kezdjem, aki megalapozta gyakorlatilag Magyarországon a romákkal kapcsolatos szociológiai kutatásokat. Sok-sok kutató van. Az én kompetenciám, vagy a kollégáim és az én kompetenciám az elsősorban inkább ennek a társadalom lélektani aspektusait kutatja. Tehát, hogyha azt várják tőlem, bár fogok beszélni róla, hogy mitől is olyan különös kisebbség, a roma kisebbség, és mi jellemzi az ő helyzetüket, azt röviden vázolni fogom, de az nem tartozik a mi kutatási területünkhöz alapvetően. Persze az embernek ez egy nagyon fontos alapja a kutatásainak, mi inkább azzal foglalkozunk, hogy mit is jelent romának lenni, és hogy látja a magyar társadalom a romákat. De ennél szélesebb lesz a bemutatás a problémának, mert arra törekszem, hogy bemutassam maguknak, hogy ez a különleges kisebbség, vagy sajátos etnikai kisebbség hányféle szempontból nézhető, és ezek a különböző perspektívák aztán hogyan találkoznak egy egységes képbe, amely hát nem lesz egy komédia, hanem sokkal inkább egy nagyon súlyos probléma mindannyiunk számára. Tehát erről szólna alapvetően a mostani előadásom, és nagyon szeretném, ha aztán időt is akarok hagyni, hogy lehessen kérdezniük. Ha valakiben nagyon benne van valami, tehát mondjuk, hogy nagyon nem tetszik, amit mondok, akkor nyugodtan közbe is vághat. Tehát azt engem inkább inspirál, mint elkedvetlenít. Jó. Tehát ilyen bonyolult cím van, de ezt mindjárt megértik, hogy miért ilyen hosszú az a cím. Itt tulajdonképpen a kirekesztődés problematikája az, ami itt a fókuszban lesz ebben az előadásban. De előtte, hát mindig szólni kell arról, hogy kiről is beszélünk. Tehát ez az elnevezés. Ugye az elnevezés a dolognak az nem csak egyszerűen egy cím, hanem egy tartalom is természetesen. Gondoljanak arra, hogy a név az milyen fontos, hát ebben az épületben ezt nem is kell aztán hangsúlyozni, hogy a dolgoknak a neve az a dolgok eredetéhez tartozik, és anélkül nem lehet a dolgokról beszélgetni. Nekem van két gyerekem, és mindig úgy lenyűgözött, hogy amikor az édesanyjuk, több is volt, hát kettő. Azért több nem volt, mint kettő. Tényleg kiszenvedte a szülést, akkor nem hagyják békén, hanem rögtön megkezdik, hogy mi a neve a gyereknek, mintha nem tök mindegy lenne. És lehetne másnap, harmadnap, nem, tehát addig űzik a szegény asszonyt, hogyha azt tud még mozogni, hogy meg kell mondani nevét, mert addig nem létezik a dolog, amíg nincs neve. Na hát így vagyunk mi a társadalomban is, mindennek neve van, és ezek a nevek, ezek beszédes nevek. Nos, itt megpróbáltam felsorolni néhány nevet, ugye már is akkor egy, még a témához nem szorosan kapcsolódó kérdés, totál zavar van Magyarországon, hogy mi hogyan is beszéljünk a romákról. Hát akárhogy, tehát azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy jelentősége nincsen, van jelentősége persze, főleg az, hogy ki mondja és milyen kontextusban. Ugye, mert a politikai correctness, amit a
politika semlegesen mondom, hogy a miniszterelnök nem egész érti a kifejezést, az azt jelenti, hogy vannak olyan szavak, mert ő azt mondja, hogy ez nem érdekes a politikai korrektness. Szerintem nagyon-nagyon érdekes a politikai korrektness. Ugye ez angolul a politikai korrektség, ami a nyelvünket áthagyja, mert abban mind, bár benne vannak üzenetek, értékítéletek is. Tehát itt a cigány szóhoz olyan sok negatív dolog tapadt az elmúlt évtizedekben vagy évszázadon keresztül, hogy már a 90-es években fölmerült, akkor zajlott le ez a nem hosszú vita, mert hamar egyetértésre jutott legalábbis egyfajta nyilvánosság, hogy ezt le kéne cserélni, ami különben követte a nyugat-európai trendeket, főleg az amerikait, ugye, ahol rengeteg kifejezés van a feketékre, az se korrekt már különben. És ugye akkor jött ez a roma kifejezés. Tehát én szerintem mind a kettő jó, igazából az dönti el, hogy milyen kontextusban használjuk ezeket a kifejezéseket. Én általában úgy vegyesen szoktam használni a kifejezést, de például, amikor az ember az előítéletességet kutatja, és azt vizsgálja, hogy milyenek azok az előítéletes beállítódások, amelyek hát körülveszik a roma kisebbséget, akkor a roma szó nem a legjobb, mert az pont arról szólt, hogy semlegesítsük az előítéletektől, tehát akkor a cigány kell használni, értem. Tehát még egy kérdőívben ilyenkor mi a cigányt használjuk természetesen. Ha még beszélünk egy társadalmi csoportról, valószínűleg jobb a romáról beszélni, de senki ne érezze bűnösnek magát, hogyha olyan szólt. Oda jöttem zárójelbe az angolt, azt nagyon szeretem, ez a traveler, ami egyben mutatja a romáknak, a társadalmi történetének egy nagyon sajátos vonását, tehát ez a vándor cigány. A vándor úgy jelenti, hogy traveler a cigányságot, úgyhogy ez csak mint kuriózum. A bonyodalom az utána kezdődik, hogy ugye hova sorolhatjuk be. Ugye hivatalosan az 1993-as kisebbségi törvény alapján etnikai kisebbségnek nevezhetjük a roma kisebbséget. Ugye így válik az állam szerves részévé és az állam megkülönböztetett társadalmi csoportjává, mint ahogy más csoportok is megkülönböztetettek, nem negatív értelemben mondom. Ez csomó dilemát vett fel, ugye, mert egyrésztről van az a Európában nem nagyon használatos kifejezés, hogy ez egy rassz, mivel olyan fizikai jegyek különböztetik meg másoktól, amelyek karakterisztikusan a sajátjait jelenti ennek a népcsoportnak. Ezzel szemben Európában nem véletlenül politikai és történeti okoknál fogva, Amerikában ez egy teljesen bevett kifejezés természetesen, etnikai csoportként szoktuk hívni őket. Ennél egy szofisztikáltabb kifejezés az etnikai kisebbség. Az etnikai csoportként azt jelenti, hogy ez egy kulturálisan, történetileg, vérségében egy, hát ez egy család gyakorlatilag, amely leszármazott a történelemben, és ez a fajta kapcsolat létezik a tagok között, ez a kulturális szál, amely egyben egy vérségi szál is, amiből az is következik, egy nagyon fontos dolog következik, amire még a későbbiekben visszatérek, hogy szembe más hasonló típusú kulturális alapon meghatározott csoporttal, különösen a nemzettel, a nemzeti közösséggel, ennek a határai nagyon-nagyon lazák, tehát nem nagyon lehet körülhatárolni, hogy nem lehet pontosan megmondani, ki az, aki beletartozik, ki az, aki nem tartozik bele. Tehát ez igaz minden ilyen típusú leszármazási etnikai kisebbségre. Mondjuk a zsidók esetében ugyanez merül föl, hogy kit tekintsünk zsidónak. Ez egy, ugye ráadásul szétszorultak a világba, mindenfele vannak, ugye Izrael nem fedi le a zsidóságot, mint anyaország. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és ilyen értelemben a csoport, ugye mert azért, ha kutatni akarjuk, akkor kell egy csoport, aki tudunk kutatni, le kell határolnunk. Tehát, hogyha gender kutatás van, tehát a nemi szerepeket vizsgáljuk, akkor megkülönböztetjük a férfiakat, a nőket. Ma már tudjuk, hogy ez se egészen egyszerű, mint ahogy gondoltunk 30 éve. Rengeteg variáns van, és tulajdonképpen itt nem véletlenül a társadalmi nemről beszélünk, tehát itt egy társadalmi konstrukcióról beszélünk. Persze fizikailag persze különbözünk egymástól, de hát ez sem olyan, amit ne lehetne meg bármikor megváltoztatni. Tehát még itt sem evidens és örökké való a dolog. Ami nagyon fontos, ez a bizonyos kisebbség fogalom. Tehát a kisebbség azt jelenti, kisebbség csak akkor létezik, ha van többség.
önmagában a kisebbségért kár beszélni. Na most, ha van többség, azt jelenti a mi esetünkben, hogy van egy etnikai csoport, amely egy ilyen leszármazási, vérségi, kulturális tradíciók és szolidaritási csoport, mert ezek összetartónak képzeljük el ezeket a csoportokat. Hát, hogy ezek szemben állnak egy többséggel, amelyik más kulturálisan leszármazásában, stb. Ez egyben, ez a kisebbség többség, ez nem lehetne neutrálisan is használni, de azért a szociológia általában rögtön megérzi a hatalom szagát, és azt gondolja, hogy a többség, amely az erőforrásokat alapvetően birtokolja, például a hatalmat gyakorolja, ugye többségi demokráciában élünk, és a többség akarata dönt. Kérdés az, hogy a kisebbségeket mennyire veszük figyelembe, de itt egy aránytalanság van, tehát a kisebbségi lét az egy kiszolgáltatott lét, legyen az bármely kisebbségről. Mondom, végtelen a kisebbségek száma, egyszer megnéztem egy ilyen honlapot, ahol a kisebbségeket akarták összeszámolni, feladta az illető, nagyon-nagyon sokféleképpen lehet gyereküket egyedül nevelő anyáktól kezdve börtönviseltekig, tehát végtelen mennyiségű kisebbség van. Ezek valahogy mindig ki vannak, én értem, mert szolgáltatva a szociológiai értelemben, ez számunkra az izgató, hogy hogyan lehet ezt úgy kezelni, hogy ez a kiszolgáltatottság valamelyest csökkenjen. Már csak azért is, mert egy liberális világban élünk, és ebben liberális világban azt gondoljuk, hogy hát mindenkinek valami hasonló, közel egyenlő jogokat kéne adni. Na most ugye egy többségi demokrácia már önmagában ezt nem képes garantálni, de azért az nem mindegy, hogy milyen jogokat biztosítunk a kisebbségeknek. Most a romák esetében egy nagyon fontos probléma, vagy kérdés az, ami a dolgot aztán végképp megcsavarja, érte nem végképp, mert a végső slusszpoén az még jön, hogy ha megnézzük tehát egy etnikai kisebbség nem feltétlenül különbözik a társadalom többségétől. Vannak különbözőségei, mondjuk vegyük a svábokat, mint német kisebbséget, azért mondom, mert ez a második legnagyobb kisebbség Magyarországon. Hát a svábok persze vannak kötődéseik Németországhoz, onnan származtak az őseik, feltételezzük, hogy tudnak is németül, tartanak a kapcsolatot, svábok egymással összefognak, vannak kulturális normáik, amik eltérnek a többségtől. De azért ezen a ponton megáll a tudományunk, tehát ez egy nagyon ilyen értelemben társadalmilag integrált kisebbségnek tekinthető. Akkor van a nagyon nagy baj, hogyha azt veszük észre, hogy ez a kisebbség, ha megnézzük szociológiai karakterisztikuma mentén, akkor jelentősen eltér a többségi társadalomtól. Ami a romákra igaz, és ezt mindjárt majd be is bizonyítom. Ugye ez egy nagyon nagy probléma, ez nem egy magyar probléma. Általában az összes probléma, amit említek, az nem magyar probléma. Szóval a szemünket próbáljuk kinyitni arra, hogy a világ mindenütt ezekkel a problémákkal küzdik. Nevezetesen az a helyzet, amikor az amerikai feketéket jellemezte, csak hogy kiinduló pontként, az egy nagyon szegény kultúra volt, egy nagyon szegény, hát rabszolgatársadalom volt gyakorlatilag a 19. század végéig, és hiába szabadították föl őket, aztán ettől függetlenül még a helyzetük egész a 1960-as évekig eltért a többségi társadalométól. Akkor jött egy polgárjogi mozgalom, ami végre kiharcolta a mindenfajta diszkrimináció mentes, elkülönítés mentes státuszukat, és akkor még jött egy feladat, egy nagyon fontos feladat az, hogy megadni nekik a lehetőséget, mert valahogy nem véletlenül voltak ők lent azért, tehát most persze a rabszolga státusz az megadta a hátterét ennek, de utána ez valahogy úgy beragadtak, mert a társadalom be akarta őket tartani ebbe a státuszba, főleg a délről beszélünk természetesen, Amerika Egyesült Államok déli részéről, és akkor elindult egy nagy-nagy felszabadulási folyamat, amit én társadalmi mobilizációnak hívok, amelyben az egyenjogosítás elérte azt a irányt, hogy egyenlő esélyeket kaptak arra, hogy megvalósítsák az életterveiket, amelyek nem nagyon különböztek a többitől, mondjuk a fehérek életterveitől. És ma már Amerikában azt látjuk, hát ez csak a filmekből, hanem személyesen, hogy nagyon vegyes a világ, szinte nincs olyan társadalmi réteg, hát beleértve az elnököt is, aki ne lehetne fekete. Szóval ez az, amikor azt gondolja az ember, és ettől még egyáltalán nem oldották meg a problémát különben, mert ha megnézzük mondjuk a kapcsolathálók alakulását, vagy a házasodási szokásokat, filmekben is látszik különben, hogy rendszeresen azt látjuk, hogy a feketék feketékkel, a fehérek fehérekkel házasodnak,
De azért a társadalom ranglétra minden pontján ott vannak a feketék, jelentős számba, tehát befogadtatódtak a társadalomban. Na most, ilyen értelemben a romák esetében, na ez az, amiről egyik ilyen hangsúlyt fogom helyezni, hogy ez nem következett be. És ilyen értelemben egy nagyon sajátos társadalmi képlet az, amelyik leírja, nagyon sok az a roma, aki a társadalom alsó szegmensében, roma származású mondjuk, hívjuk akkor inkább származásúnak, aki alul koncentrálódik. És viszonylag kevesen vannak, ahogy megyünk feljebb és feljebb és feljebb. Ez egy növeli az aránytalanságot, ez növeli a kiszolgáltatottságot, ez növeli a leszakadás, kiszakadást a társadalomból. Ebben különben történtek jelentős változások az elmúlt 15-20 évben, de még sehol nem tartunk ebbe a folyamatba. Tehát ezért van az, hogy szociális kisebbségnek is hívhatjuk őket, illetve lehet etnikai gyökerű szociális kisebbségnek is hívni őket, és a végső, hát itt jön a slusszpoén, hogy tulajdonképpen az is egy nagy kérdés, hogy ez egy nemzeti kisebbség, tehát hogy a svábok, hogy itt élnek ezek a svábok, és ők magukat sváboknak tartják, és ez egy ilyen sváb közösség, vagy pedig egy a nemzetállamokon átívelő, mondjuk beszélhetünk-e európai romaságról, amelyről szó van az Európai Unióban, hogy mint egy Európán országokon keresztül ívelő kisebbség próbálja magát ez a kisebbség megjeleníteni egy európai politikai térbe. Borzasztó érdekes kihívás, tényleg igazi. De ugyanakkor mondhatom azt, hogy ez a magyarországi roma kisebbség, az egy magyar nemzeti kisebbség, és így nincs kapcsolódása más roma közösségekhez. Jó, ezen a ponton elakad a definíció, nem akarom magukat terhelni tovább, de gond van, nagyon erős gond van, mert ha szociális kisebbség és nem etnikai kisebbség, akkor egészen másképp kell róla gondolkodnunk. Hát egész akkor ugye semmiben nem különbözik az egyéb szociális kisebbségektől, például a szegényektől. A romáknak az a része, amelyik szegény természetesen. Na most itt azért szeretnék eloszlatni egy félreértést, mondom, nem az én szakterületem alapvetően, bár érintettük egy kutatásunkban ezt. A keményféle vizsgálatok alapján, ha megnézzük, a szociológiai becslés, erre mindjárt rá is térek, az nagyjából azt mondja, hogy jelenleg Magyarországon valamilyen leszármazási, etnikai, identitásbeli kisebbségként olyan 7-800 ezer emberről beszélünk. Tehát 8%-a a társadalomnak. Van, aki azt mondja, ez kevés, van, aki azt mondja, ez sok. Hát ennyi. Most, ha megnézzük ennek a 800 ezer embernek a kemény Istvánféle adatok alapján is akár a társadalmi helyzetét, akkor azt látjuk, hogy ezek közül hát legalább olyan 300-400 ezer ember a mély szegénységben él, 500 ezer ember összesen mondjuk szegénynek számítható, még van valamennyi, ami ugyancsak a szegényeket gazdagítja, ha így sematikusan fogalmazok, de van egy 200 ezer ember, aki nem igazából sorolható be a szegény kategorizációba. Tehát nem mondható azt, ez nagyon fontos, mert ugye itt már elérünk az én kompetenciámnak egy részéhez, mert a társadalom úgy látja a romákat, mint maga a szegénység megtestesítőjét. Ezzel szemben, amit láthatunk, az az, hogy van bizony egy jelentős roma társadalom, leszármazási kisebbségként, akár etnikai kisebbségként, akik akár itt is ülhetnek, akár máshogy is ülhetnek, akik köztünk vannak, pont olyanok, mint mi vagyunk, ám mint a többségi társadalomnak a mintája, mert persze köztünk is nagyon sokfajta ember él a társadalomban. Tehát óva intenék mindenkit, és ez ugye, ha szociális kisebbségként definiáljuk magat, ami a roma etnikai politika is nagyon sokszor magáévá tesz, hogy keres valamit, amit ő oda tud dobni a többségi társadalom elé, hogy látjátok, velünk ezt csináljátok, hogy mi vagyunk a szegények. Ugye ennek volt egy nagyon szép példája, egyszer a Baló Györgynek volt egy tévéműsora, belenyúlt ebbe a méhkasba, és csinált egy tévéműsort, és ott meghívta a roma politika képviselőjét, és nagyon, hát a Baló azt tudta, hogy ez egy méhkas, tehát fölkészült az egész filmmel, 5000 szakértőnek megmutatta, minden szóra odafigyelt, hát és mondta, hogy hát a munkanélküliségben nagyon súlyosan érintettek a romák, mert 500 ezer munkanélküli van a romákon belül, de hát a munkanélküliek száma 1 millió. Na, ezen kiborult a Bili, mert mondták, hogy az nem lehet, mondták a roma politikusok. Én értem a logikájukat, mert nekik valamit radikálisan oda kell dobni, hogy megmutassák, hogy ők tényleg ki vannak szolgáltatva, és tényleg ki vannak szolgáltatva. Azt mondták, a munkanélküliség a miénk.
Na most ez nem tartható, tehát ez egyszerűen nem tartható, hiszen, de az sem tartható, hogy 500 ezer ember munka, ez 1 milliónak a fele, ma már több is talán, roma származású vagy roma identitással bíró állampolgár. Tehát ez sem tartható, de akkor minek kezeljük? Szociális dolognak kezeljük? Szociális dilemának kezeljük? Vagy etnikainak? A kettő nagyon-nagyon különbözik, és itt ez összecsúszik. Én csak erre akartam utalni a fogalmi problematikánál, hogy ez szerintem a legnagyobb kerékkötője annak, hogy a társadalom el se jut oda Magyarországon ma, hogy érdemben tudjon alternatívákat mutatni a roma kisebbségnek. Se etnikai szempontból, se szociális szempontból. Van még egy kérdés, amelyet még érintenem kell, ez pedig az, hogy egyáltalán hogyan lehet azonosítani a roma kisebbséghez tartozókat. Ugye a legpontosabb etnikai szempont, hogyha egyszerűen megkérdezzük az illetőt, hogy ő minek vallja magát. Ugye ez teljesen jogszerű, ezt mutatja, hogy a magyar népszámlálás tartalmaz is ilyen kérdést, amelyben mindenki bevallhatja, megoszthatja, pont mert bevallik az olyan hatósági, olyan mindig a rendőrség jutóról eszembe. Szóval megoszthatja az etnikai identitását, nagyon nagy vita van, hogy ez erre szükség van-e vagy sem, de hát ha mi így döntöttünk, vagy a magyar társadalom alkotmányos elvei ezt megengedik, akkor kérdezzük meg, hát végülis megtagadható-e anonim ráadásul ez a része a dolognak. Azt gondolhatjuk, aki magát romának vallja, az románnak is tekinthető, hiszen a saját identitását osztja meg a társadalommal, hiszen a népszámlálás arról szól, hogy mi megosztunk információkat a társadalom, hogy tudjuk, kik vagyunk mi, amely alapján az államot feljogosítjuk arra, hogy a népszámlálás információ alapján próbálja megfogalmazni a politikai elveit. Tehát így működik egy társadalom ideális esetben. Na most, ez különben Magyarországon, el is árulom, a 2011-es népszámlálásnál 340 ezer embert jelentett. 340 ezer ember, megint csak bonyolultabb a dolog, mert minden bonyolult, az a baj. Ahogy az ember, mert a tudomány próbálja közelíteni a pontosságot. Minél inkább társadalomtudományról beszélünk, a pontosság megközelítése annál nehezebb feladat. De azért próbáljunk közelíteni, ugyanis van a többes identitás, és a népszámlálás elköveti azt a szerintem hibát, mások szerint nem hiba, hogy a magyart is berakja az etnikai csoport, tehát nem etnikai kisebbséggel, nem azt kérdezik, hogy melyik etnikai kis, nagyon szép a mondat különben, pontos a mondat, nagyon szofisztikált, hogy melyik etnikai kisebbséghez érzi önmagát közel. Ez egy nagyon szép fogalmazás. Tehát eddig nekem nincs is vele bajom. A problémám az a dologgal, hogy beteszik a magyart is. Na most a magyar, igen, itt mondok egy nyelvészeti, ezt elfelejtettem mondani, hogy romát is, meg cigányt is használhatnak, viszont azt soha nem mondják szerintem, de hát csak tanács, hogy magyar és roma, vagy magyar és cigány. Mert ugye a magyar azt jelenti, hogy mi magyarok, hát én szerintem a magyarnak lenni azt jelenti, hogy magyar állampolgárok vagyunk, ami azt jelenti, hogy jelenleg 10 millió plusz, most már van, mit tudom én, 600 ezer, 700 ezer, a legújabb kettős állampolgárság szerint. Tehát a magyar és cigány, magyar és roma az egy szembeállítás, mint hogyha ők nem lennének magyarok. Tehát én inkább azt mondanám, hogy cigány és roma szembe nem cigánnyal és nem romával. Ami mindig teljesen tagolt világ különben, mert ott vannak a svábok, a zsidók, a melegek, a nők, és akkor lehetne ragoznom a sok-sok kisebbséget. Tehát mi mind mások vagyunk, mind beletartozunk egy kisebbségbe, vagy sok-sok kisebbségbe, és közösen pedig magyarok vagyunk. Nos, betették a magyart, amiből szakmai szempontból érdekes dolgok jönnek elő különben, tehát én nem pártolom alkotmányjogilag ezt a fajta megoldást, szakmailag viszont örülök neki, ha már így alakult, mert akkor jönnek a sorrendek, ugye ki az, aki azt mondja magáról, hogy én magyar cigány vagyok, ki mondja azt magáról, hogy én cigány magyar vagyok, ki mondja, szóval lehet kombinálni, és ezek az igazság, hogy tudományos megismerés szempontjából ezek információk. Egyszer csináltam egy kutatást, és abba be kellett mutatkozni. Valaki kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő cigány.
És akkor rájöttem később, hogy igen, ő cigány. Ő az, aki azt mondja, hogy én nem vagyok magyar, mert a magyarok engem kiközösítettek meg különben, és hagyjanak békén. Én cigány. Ha így veszik fel a kérdés, hogy a magyar az egy etnikai csoport, akkor én cigány vagyok. Egy asszimiláns az inkább azt mondja, hogy én egy cigány származású magyar vagyok, azt is lehet mondani. Tehát rengeteg kombináció van, és ez mind már is ad nekünk információt az ő identitása. Mert mi érdekel bennünket? Az érdekel, hogy ő milyen az identitása, minek vallja magát, és ebben milyen szerepet játszik a romasága. Ez az, ami egy kutató számára borzasztó érdekes. Tehát van ez az önazonosítása, ugye akkor most maradunk ennél a 340 ezernél. Nem tudom, hogy elkövették ezt a hibát a KSH-ban, amit korábban elkövettek 2001-ben, amikor azt, aki magyar cigánynak vallotta magát, azt kihagyták a cigányság számolásából, nem tudom miért, tehát ez valami akkor mámoros pillanatban juthatott valakinek az eszébe. De a lényeg, hogy nagyon erős a növekedés, mert 190-en voltak. Mindenki, tehát a good news az az, hogy a kisebbségi öntudatunk jelentősen javult, mert hogy svábok is többen vannak, szlovákok is többen vannak, a zsidók azok tartják a félelmüket, hogy nem mondanak semmit. Tehát inkább nem erősítik ezt a trendet, mert ők nem nagyon növekedtek, sőt csökkentek. És a többi kisebbség is növekedett. De a roma kisebbség az majdnem megduplázódott. Tehát nem azért, mert születtek a romák, azért, mert hogy valahogy ma fontosabbá vált a romák számára, hogy elmondják, hogy ők romák. Hogy fölvállalják ezt az identitást. Borzasztó érdekes jelenség, és nagyon pozitívnak tartom ezt a jelenséget. Itt is van bad news, de mindig van good news, meg bad news. A bad news az, hogy tulajdonképpen miért van az, hogy a szociológus ugye, de azt mondja, hogy mindenféle paraméter mentén itt szerepel az, hogy mondjuk a kutató és a kérdező azonosítása azt is figyelembe veszi, a hatósági személy azonosítását, főleg ha az pozitív és nem negatív, tehát a támogatások elosztásokban például lehet, hogy a hatóságok ezt számon tartják valamilyen értelemben, hogy ki a roma. Ilyet nem tartják számon, hanem amikor jelentkezik valaki támogatásért, akkor ezt meg kell mondania, hogy ő annak vallja magát. Na mindegy, szóval egy szociológiai definíció, ami egyben a szociális kategóriát magába foglalja, ott ugye van 700 ezer mondjuk, vagy 700-800 ezer ember, és van ezzel szemben növekvő ugyan a szám, de csak 340 ezer ember. Miért van ez? Most meg is kérdezhetném magukat, mert szerintem erre még maguk is tudnak válaszolni. Általában a szociológia minden kérdésére tudnak válaszolni. Nem túl bonyolult kérdések, és válaszok is logikusak. Hát azért, mert ugye identitásról beszélünk, az identitás az valami pozitív. Azt gondolom, hogy pozitív. Hát negatív identitás is létezik. Például a roma kontextusban bőven találkozunk negatív identitással. De az egy frusztráció, az valami probléma, menekülés, az valami... De pozitív dolgokat akarunk magunkévá tenni, hogy a saját életünkben, saját önazonosságunkban, hát mondjuk mondhatom egyszerűen, nem szeretem a szót, mert már szociológiai szempontból, de mégis csak lehet használni, hogy boldogabbak legyünk a világban. És ha ekkora a különbség, akkor azt jelenti, hogy egy csomó ember úgy gondolja, hogy nem akarja magáénak valami, vagy nem akarja megmondani. Tehát ezért alacsonyabb ez a szám, mert és valóban így van, ha az valaki megmondja, ahhoz szokott hozzá, hogy ebből baja származik. Főképp, ha valaki látszódik, akkor meg se kell mondania, mert már rögtön annak látják, és akkor már bekövetkezik a baj. Tehát itt egy félelem van. És az az igazság, hogy megint csak, hogy minél kevesebbet veszít valaki, ha megmondja, annál inkább mondja meg. Ugye, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk egy cigány gettóban, ha él valaki, miért ne mondaná meg, hogy cigány? Mindenki cigány körülötte, sőt, hát ez a cigány gettónak a tulajdonsága, hogy mindenki cigány. Ő abszolút jó szívvel megmondja. Ha mondjuk Budapesten kérdezzük, akkor valószínűleg a cigányság helyzete messze-messze jobb, mint bárhol az országban. Mondhatnám, az integráció foka tulajdonképpen nem is olyan mértékben tragikus, mint ahogy látszódik általában. Ott meg az emberek óvatosabbak, mert tudja, hogy ebből nagy baj lesz. Most a rendőr megtudja, akkor rögtön másképp gondol rá, kórházban másképp gondolnak rá, utcán másképp gondolnak rá. Tehát ebből nagy baj van. Nos, ez a különbségnek az oka, amely ugyancsak egy nagyon fontos információ nekünk, hiszen itt tetten érhető nem a diszkrimináció érzet. Ezt így hívja a szociológia. Ami messze van a diszkriminációtól, tehát nem következik, hogy ahány diszkrimináció érzet van, annyi diszkriminációt lehet tetten érni. Amúgy is nagyon nehéz tetten érti, mert a diszkriminálók általában nagyon okosak,
és nagyon tudják, hogy hogyan ne látszódjanak diszkriminálónak, de azért ez egy nagyon fontos tudás. Tehát jó. Tehát így a létszámban most akkor nagyjából eligazítottam magukat, gondolom. Nem tudjuk. De sokan vannak. Tehát ebben szerintem vannak olyan esetek, amikor elég azt tudni, hogy sokan vannak. És úgy komoly. Tehát ez biztos a legnagyobb magyar kisebbség, ugye? És a nagyság az fontos, gondoljanak egy egészen más kontextusra, emlékszem a szlovák barátaim mondták, kollégák, amikor jött a népszámlálás, teljesen ki voltak készülve, mert azt mondták, hogy a magyarok ugye csökkennek Szlovákiába, csak hogy a fél milliót érjük el, mondták, ők nem érték el, mert alá csökkent. Mert miért volt fontos nekik? Mert a cigányság meg nőtt Szlovákiába, és elvesztette a legnagyobb kisebbség státuszát a magyar kisebbség, mert a cigány kisebbség nagyobb. Na most, ami a legnagyobb, annak, mint kisebbség, annak világos, hogy a hatalomban is kicsit más a pozíciója, nem biztos, de ez egy, tehát érthető volt, tehát a számoknak is van társadalmi, politikai, hatalmi jelentősége. És még egy csak egy futólagos ábrát, és akkor be is fejezem ezt az egész elég hosszúra sikerült bevezetőt, hogy ez egy térkép, ami mutatja a roma népesség, vagy a roma származású népesség. Mindig ismétlem magam, de ez azért, mert próbálom a definíciót kicsit elkerülni, a pontos definíciót, ezt látják, hogy ez megkerülhetetlen, hogy elkerüljem. Azt mutatja, hogy minél sötétebb, csak annyit kell, minél sötétebb, annál nagyobb a cigányság, a cigány népesség, vagy a cigány származású népesség aránya egy adott településen. Hát ez nem véletlenszerű, ezt látják. Megint a szociológus örül, a romák kevésbé, mert hiszen azt látjuk, hogy vannak csomósodások, mégpedig egy érdekes tengely van, ugye van egy észak-kelet Magyarország, és egy dél-nyugat Magyarország. Baranya és Szabolcs-Szatmár, ezek ilyen köztudott fogalmak. Na most ráadásul minél kisebb egy település, annál inkább, ugye ezek általában, ezek a régiók tele vannak kis településekkel, ami azt jelenti, hogy kis települések elmaradott régiókban, és akkor már meglátjuk azt az alapvető összefüggést, ami az egész szociális kisebbségi háttér mögött meghúzódik, és ez nem véletlen, a fejletlen területek koncentrálják mindig a szegényebb kisebbségeket, a szegényebb kisebbségek úgy alakul a sorsuk, hogy ők meg koncentrálódnak a szegényebb régiókban. Tehát ezek a legszegényebb kis települések legkisebb perspektívával, tehát ha Magyarország helyzete javul ötszörösével, mondjuk álmodjunk, akkor ezek a települések csak kétszeresére fognak javulni, mert mindig hátrányba lesznek, mindig hátrányba lesznek. Jó. Na most, itt csak néhány ilyen alapkérdést fogalmaztam meg. Ugye itt fölmerül az egész társadalmi integráció kérdése versus a marginalizáció kérdés és a szegregáció kérdése. Tehát az egyik fő kérdés az, hogy a szociális integráció sikeres lesz, és az etnikai, kulturális befogadás sikeres lesz, vagy pedig marginalizálódás és szegregáció fog bekövetkezni. A másikat már említettem, ez egy döntő kérdés, hogy vajon a társadalmi felemelkedés útja kezdek valamelyes kiegyenlítődni azoknak az embereknek, akik ilyen háttérrel, kulturális háttérrel rendelkeznek. Mi lesz a roma kisebbség és a roma kultúra sorsa? Ez egy újabb nagyon nagy kérdés. És akkor jönnek a politikai kérdések, egyrésztről, hogy ez egyre szélesedő társadalmi előítéletesség és diszkriminatív hajlamnak hívhatjuk, de hát hívhatjuk diszkriminációnak is, ezt is meg kéne állítani, nem beszélve a legutolsót, ugye, mert az erőszak monopólium, az persze különböző szervezetek kezébe van, és azért azt megtapasztaltuk, hogy a romákat hát nagyon súlyos erőszakok érték az elmúlt időszakban. Gondoljanak csak a sorozatgyilkosságra. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, bármit is gondol a roma problémáról, tényleg bármit is. Van ez a csodálatos film az ítéletről, tehát nem tudom, mi a pontos címe a filmnek, de itt is mutatják különben, vagy mutatják a közeljövőben egy dokumentumfilm. Az én diákom volt, hozzá kell tenni, de ez nem függ össze annyira a teljesítményével. 1 óra 18 perc a film, meg ebből a maga a per az azt hiszem 120 valahány nap volt,
Ezt képes a film bemutatni 1 óra 18 percbe, hihetetlen drámaisággal, miközben nem az érzelmekre játszik, és hát elképesztő a történet. Elképesztő, és nagyon-nagyon tanulságos az egész film. És szerintem nagyon-nagyon korrekt mindenkivel szembe. Hát mondjuk amennyire az ember korrekt lehet sorozatgyilkosokkal, de mondjuk a hatóságoknál nem, szóval nem lehet nem kihagyni, hogy hogyan működtek a hatóságok, különösen a nyomozó hatóságok ebbe a történetbe, de nem viszi el a film egy ilyen propagandasztikus, nagyon-nagyon-nagyon. Szerintem a legszebb film, amit én, magyar film, pedig van néhány film, amit szeretek, amit én láttam az elmúlt 25 évben. Tehát mind filmet is érdemes megnézni, és magát a történetet, és főleg, hogy ne felejtsük el ennek az emlékét, hogy, ez, hogy hány ember halt meg, csak azért, mert roma volt. Semmi más oka nem volt. Semmi az égvilágon. Na jó. És akkor mostanképpen 4 szempontot sorolnék föl, és az a 4 szempont, amire mondtam, hogy ezek egymás keresztező szempontok, amelyek nélkül nem értjük meg a roma kisebbség sajátos helyzetét. Az első hívom szociológiai megközelítésnek, a másodikat szociálpszichológiai megközelítésnek, a harmadikat kulturális megközelítésnek, a negyediket már politikának hívom. A szociológiai megközelítés, ugye ez amikor szociális kisebbség bejön a képbe, itt tulajdonképpen a döntő, amit jobb oldalt látnak, hogy hiányos és gyorsan gyengülő társadalmi integrációjuk van. Ez az érdekes, mert ugye sokan nosztalgikusan is azt gondolják, és van benne némi igazság, hogy a rendszerváltás előtt a romák helyzete jobb volt. Ez fél igazság. Tényleg jobb volt. Már csak azért is, mert hogy nehéz nem elfelejteni, hogy teljes foglalkoztatottság volt abban az időszakban, mindenkinek volt állása, mindenkinek volt biztos, nem hívnám piaci jövedelemnek, ma már úgy hívják, hogy piaci jövedelem, akkor nem volt piac, tehát biztos jövedelme volt. Ezzel ugyan sokat nem tudtunk kezdeni, de éhen azért úgy nem biztos, hogy éhen halni készültek az emberek. Ez egyik faktor. A másik faktor az, hogy a rendszerváltás után azok a munka, nem csak megszűnt ez, de megszűntek a munkahelyek, mert a romák hagyományosan, mivel későn integrálódtak ebbe a társadalomba, nevezetesen a szocializmus időszakában kényszer integrálták őket, letelepítették őket gyakorlatilag, bár volt egy csomó, aki már addig is letelepült természetesen, ezért mindig a társadalomnak a legalján volt, de benn volt a társadalomban. Ez a lényeg. Benn volt a társadalomban, legalul volt, legkevesebbet kapta, de ne voltak ott, nem romák is, akik keveset kaptak, tehát ebben nem voltak különlegesek. Ezt elvesztették, és ráadásul azokat a pozíciókat is elvesztették, amely pozíciók a legelső pillanatban a rendszerváltás után megszűntek, mert ezek voltak azok a termelési szektorok, amelyekre nem volt szükség. Mert nem voltak hatékonyak, és különösen nem volt hatékony az a fajta munkaerő, ami a romákat jellemezte, ugyanis ők végig hátrányban voltak, végig az integráció pillanatáig, ők például nem voltak iskolázottak se voltak, hiszen egy vándor nép nem lehet iskolázott, mert nem lehet iskolába küldeni a gyereket, mert vándorolunk. Ez minden vándor néppel így van. 48 után megszűnt ez, iskolába is kerültek, de mindig megvolt az iskolai deficit. Mindig megvolt az iskolai deficit, amely a munkaerő pozícióban való deficitre vonatkozott. Ezek a munkahelyek megszűntek, és abban a percben tényleg rá, tehát igaza van a roma politikusnak annyiban, hogy a rendszerváltozás legnagyobb kárvallottja a roma kisebbséghez tartozók voltak szociális okokból, mert rájuk omlott a munkanélküliség, ami elképesztő magas arányokat öltött, amely még azóta növekedett. Tehát ma tényleg, nem szívesen mondom ki, de 60-70%-os munkanélküliségről beszélünk, miközben a magyar társadalomban 10%-os munkanélküliség van. Azért ez mutatja ezt a bizonyos szociális különbséget. Hát azért 70-70%-os munkanélküliség az egy drámai munkanélküliség. És akkor ebben még fiatalok munkanélkülisége is benne van, mindenki benne van. Tehát, ami fontos ebben az egészből, hogy a társadalmi integráció, ami elindult, és egyáltalán nem volt egy sikersztori, az összeomlott a rendszerváltás után. Nem azért, mert bárki ezt akarta volna, mert a rendszerváltás természete ezt behozta. Na most ugye azt jelenti, hogy az alacsony iskolai végzettség, a piacképes ismeretek hiánya napjainkig is egy olyan általános jellemzője a roma kisebbséghez tartozó többségnek,
amely a munkaerőpiacon borzalmas hátrányokat és megélhetési hátrányokat teremt. Van egy másik folyamat, amely viszont pozitívabb volt sokkal a rendszerváltás előtt, mert azért történtek antiszegregációs kísérletek, hogy ne legyenek szegregálva. Ez egy szabad világban nagyon nehéz az államnak ebbe belefolyni, tehát ez megint nem az állam akarta feltétlenül. Elindult egy spontán szegregáció, amely persze van, nem mindig spontán, mert nagyon sok szintere van a szegregációnak. Én most a települési szegregációra gondolok, azok az apró falvak például egyre inkább kvázi gettókká váltak, hiszen a népesség 100%-a roma, mert hiszen a legszegényebbek szorulnak ki ezekbe a falvakba, és ők meg romák. Megint nem akarta senki, így alakult. Az már nem biztos, hogy nem akarta senki, amikor az iskolai szegregációról beszélünk, ott már bizony akaratok is vannak. Komplex akaratok, hozzá kell tennem, nem csak az iskola, a szülők is benne vannak ebbe a történetbe. Tehát nagyon sok szereplős a történet, az szerintem megengedhetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy bárki bármit gondol, jelenleg azt hiszem ez kicsit eltér az álláspontom a kormányzatétól, a szegregáció, ha csak nem etnikai csoport maga hoz létre valamit, egy szegregátumot. Erre rengeteg példa van, a cigányoknál is van ilyen, ilyen a Gandhi Gimnázium Pécset. Jó, az sem homogén teljesen, de ott a cigányok azt gondolták, hogy hozzásegítjük, ez középfokú intézmény, hogy akkor tanuljanak, minél inkább legyen egy cigány középfokú végzettségű, középosztály, felső osztály, teljesen van a zsidóknak, tehát ez somó kisebbségnek van ilyenje. De külső társadalmi megkülönböztetésből fakadó szegregáció az szerintem megengedhetetlen. Munkanélküliséget mondtam, ez kiegészül a nagyon rossz egészségi állapottal, amely következik abban, hogy hol laknak, a régiókkal függ össze, az egészségügyi ellátórendszerrel függ össze, az egészségtelen életmóddal függ össze. Nem tudom, mennyire közismert, drámai a különbség. Tehát én, ha roma lennék, akkor már nem élnék. Mert 10 év különbség van, nem, még élnék. De már búcsú beszédemet tartanám valószínűleg. 10 év különbség van a nem roma és a roma népesség között. Vannak más dimenziók, tehát ez nem csak egy roma-nem roma kérdés, mert például, hogyha itt most ülnek olyanok, akik rózsadombi nők, magas státusszal, akkor szép életkort élnek meg a szociológiai előrejelzések szerint. Tehát rengeteg dolog belejátszik, a gének belejátszanak, minden. De az Európai Uniós, a legjobb Európai Uniós országok várható átlagos élettartalma jellemzi az a budapesti, lehetőleg budai, lehetőleg rózsadombi, és nőnek kell lennie, mert a férfiak azok korábban hullanak. Tehát az egy másik kategória. Tehát itt rengeteg összecsúsznak ezek a nagyon súlyos társadalmi összefüggések. És a romáknál ez ilyen halmozottan azt jelenti, hogy de Budapesten élő romáktól ez nem jellemző, ott van egészségügyi ellátórendszer, jobb a helyzetük, tehát már is megnövekszik az ő várható átlagos élettartamuk. Tehát a romák se homogének, én mondom, ez egy nagyon heterogén világ, úgy kell vizsgálnunk is. És akkor az egésznek a kihívása az, hogy a szegénységet, utaltam, az etnicizálódik, tehát hogy etnikai lesz a szegénység, ez volt Amerikában is, a szegénységet nagyon sokan fekete kérdésnek látták, miközben ott is voltak más szegények, tehát a szegénység maga egy etnikai karaktert ölt, és ami a legrosszabb, az egy nagyon rossz hír, hogy van egy fogalom, hát angolul tettem be, ne haragudjanak érte, de nincs magyarul jó szó, ez az osztály alatti osztály fogalom, ez az underclass. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes kategória, ezt megint csak nem magyar találmány, az Amerikából jön ez az egész fogalom. Ezek a gettó létre használják ezt a fogalmat, ugyanis van a osztályrendszer egy társadalomban, ami az integrációnak egy meghatározó rendszere. Ma már ritkán használjuk ezt a fogalmat, hogy osztályok, mert már nincsenek osztályok marxi értelemben, de mondjuk osztályrendszer van, hogy van felső osztály, felső közép, közép, alsó közép, alsó. És vége a társadalomnak. Na de itt jön az elmélet lényege, nincs vége. Ez az öt kategória, mondjuk, ezek összefüggnek egymással, ez egy egységes rendszer képez, és bár nagyon nagyok a különbségek minden szempontból a különböző élet esélyek, életminőség tekintetében, annyiban nem, hogy ez átjárható rendszer. Tehát aki az alsó osztály tagja, ha összejönnek a dolgok, akkor
akár még föl is lehet kerülni. Tehát van átjárhatósága a rendszernek, ez egy egységes rendszer. De van egy világ, ami ez alatt van. És ez a gettóvilág. És ennek a lényege az, hogy innen nincs kiemelkedés, innen nincs átjárhatóság, ez ki van, ez a kirekesztődés világa. Ez az a kis település, amely egy százszáz, mondjuk egy roma, én mindig romára fordítom, de mások is élnek így, tehát ne gondolják azt, hogy ez egy kizárólagos roma probléma, csak hát sok roma van ebben, és nekem roma a cím az eladásomnak. Vannak olyan települések, amelyek kis települések, 100%-osan munkanélküli mindenki, roma mindenki. Nos, a következő lépés, megint föltetném kérdésnek, mi a következő lépés? Hát egyrésztről, hogy nem nagyon fog járni busz. Mert ha nincs munka, akkor miért is járjon a busz? Piaci elvek szerint működünk, nem jár a busz. Ha busz nincs, akkor gyakorlatilag nincsen közlekedés. Ha nincsen közlekedés, akkor hogyan, mi lesz a vásárlásra? Mert hogy nincs nagyon pénz se itt ebbe a településen, tehát bezár a bolt. Tehát akkor ilyen privát kereskedők kerülnek elő, akik aztán tripla áron árul, mert nem tudok el sem menni a következő boltig, nincsen busz. Iskola szokott lenni különben, nem is olyan rosszok az iskolák feltétlenül. Ugyan nehéz őket képezni, a diákokat, mert nem egész tudják, hogy miért is képzik őket, mert hiszen garantáltan mindenki munkanélküli lesz, mikor elvégzi az iskolát. Tehát, mert nincs munkalehetőség, a hetet hét határban sincsen munkalehetőség. Tehát ez egy csapdahelyzet. Itt minden, ugye, ez egy szociológiai alapigazság, megint Amerikában a Lenski találta ki, egy szociológus, hogy a társadalmi struktúra úgy működik, hogy van egy hierarchia, és az előnyök mindig vonzák egymást, és a hátrányok is vonzák egymást. Ez nem 100%-os, főleg középen nagyon nagy a vegyesedés, amikor előnyök és hátrányok együtt járnak, de azért aki fönn van, annak valószínűleg a legtöbb paraméterében jók lesznek a mutatói, aki meg lenn van, annak meg a legtöbb paraméter szerint rossz lesznek a mutatói. Na most ez egy nagyon nagy probléma, és ezeken a településeken ezek teljesen összeadódnak, és ott egy zárványként ott lesznek ezek a kis települések. Na jó. Egész jól állok időben, mert jó a tempom. Mert már ugrok a második szempontra. Tehát ez nagyjából el lehet helyezni, nagyon súlyos a probléma, tényleg. Nagyon súlyos a probléma, nem szeretnék politikus lenni, akinek ezt meg kell oldania. De ha nem oldja meg, akkor nem csak arról van szó, hogy a romák helyzete megkülönböztetett és leszakadó lesz, hanem ez súlyosan aláshatja a társadalom működését. Csak egyetlen dologra akarom emlékeztetni a közönséget, ezt egyszer megtanultam a Ferge Zsuzsától, aki nekem még annó tanárom volt, hogy mindig azt hittem, hogy az iskolarendszer abban a tudás, meg minden, meg értékek, meg pedagógia, hogy erről szól az iskolarendszer. Persze, ma már erről szól, de nem erről szólt. A 19. században az iskola rendszert azért találták ki, biztonsági okokból. Kvázi börtönrendszernek találták ki, mert hogy ugye zajlott az iparosodás, özönlött a munkaerő a városba, 8 órás, hát nem is 8, akkor 12 órás munkaidő volt, a szülők dolgoztak. Mit csinálnak a gyerekek? Hát azok az utcán szórakoztak. Borzalmas állapotok voltak, és akkor rájöttek, hogy kell valami intézmény. A börtön az nem egészen humánus, meg mégis egy jogszerűségben, hát valamit kell találni, bűnt, és ezek nem voltak feltétlenül bűnözők, csak hogy az időt töltötték kint, most próbáltak szórakozni. Na mindegy, be kellett őket zárni valahova. Az iskolarendszer ezért jött létre. Biztonsági, technikai okokból, és idővel rárakódtak azok a funkciók, amik aztán nagyon értelmet adtak az iskolarendszernek. Ma már az egyik legfontosabb iskolarendszer. Én szerintem azért is a legfontosabb, ezt megint csak nem én találtam ki, hanem a Di Maggio nevű szociológus, hogy hát a Bourdieu ilyen sötét képet, egy másik a sötét képet fest, persze az iskolarendszer arra van, hogy a szegény szegény maradjon, a gazdag gazdag maradjon. A Bourdieu meg azt mondta, hogy mégiscsak az ember életébe van X év, hát ugye törvény szerint most csökkentették, de most megint lehet, hogy növelni fogják, a kötelező iskoláztatás időszaka, amikor mindenkinek be kell menni egy intézménybe, és az állam tudással, értékekkel, mindenféle mással felruházza őket. És tulajdonképpen itt dől el a mobilitás.
mondja a DiMaggio. És ezért integrált egy társadalom, ahol van iskola rendszer, mert ott azért megvan ennek a... ott lehet fölemelkedni, ha valaki lent van. Az iskola rendszer, és elvileg az iskola rendszernek semlegesnek kell lenni, minden diák születésétől fogva egyenlő, mert liberális országban élünk, szembe a tévhitekkel. Tehát azt gondolom, hogy ez jó hír, tehát van egy ilyen rendszerünk, ezért is van, hogy az iskola rendszer, hát látszólag a súlyához képest nagyobb figyelmet kap, pedig még nagyobb figyelmet kéne kapni. Szerintem az iskola rendszeren dől el, mert utána ugye, mert az állam az a társadalmi felelősség közvetítője. Egy piacgazdaságban már a piac dönti el a dolgokat. Lehet politikailag befolyásolni, úgy értem, hogy piacpolitikával, most nem durván, mert durván is lehet, de az nem szerencsés, de viszont mégiscsak munkahelyet nehéz teremteni, ha egyszer a piac nem akar oda települni. Iskolarendszer mindenütt elérhetőnek kell lennie, mindenkinek járnia kell, alkotmányos kötelezettsége, tehát, és van rá idő, rengeteg idő van, hogy mit teszünk a fejekbe, a gyerekek fejébe. Na most ezért egy döntő az iskolarendszer. És szerintem iskolarendszeren el lehet cseszni egy országot, ha azt elcseszik, és ki lehet emelni, ahogy Finnország megtette, és amelyre most úgy nézünk föl, mint az Istenre, mert a finn iskolarendszer teljesítménye tényleg egészen példátlan. A magyaré meg, ugye sajnos, bad news, megy lefele, amit nemzetközi kutatások is, főleg a PISA felmérés, teljesen objektíven, mérhető módon tud igazolni. Tehát valami baj van, tehát ha maguk akarnak valamit, én rábeszélem, hogy tegyenek valamit, mert hiszen még nagyon fiatalok, akkor szerintem kéne az iskolarendszer körül ott sertepertélni, és valahogy megpróbálni. Hát mind ezek kislépések, de azért minden kislépés nagy lépéssé válhat aztán a világban. Mint a holdra szállás is. Na most, van a szociálpszichológia, az aspektus, ez tulajdonképpen már a hogyan látjuk egymást problematika, és hogyan látjuk önmagunkat. Tehát itt már nem ezek a súlyos szociológiai, strukturális, gazdasági egyenlőtlenségek azok, amelyek meghatározzák. Ez szerintem már egy egészen más terület a történetnek. Most itt megkülönböztetek külső és belső dolgokat. A külső azt jelenti, hogy tehát a belső az a maga a roma kisebbség. A romának lenni mit jelent? A külső, hogy, és ez eléggé különböző, kit tekint a társadalom romának? Mert ha egyszer valakit romának tekint a társadalom, onnan nincs menekvés. De az egy érdekes kérdés, hogy mi jellemzi az identitás választását. Tehát itt jönnek a problémák. Kezdjük a belsővel. Tehát azt gondolom, hogy tényleg az egész kérdésben azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy minden szereplővel szemben próbáljunk korrektek lenni és árnyaltak lenni. Tehát azért, amikor itt a belső meghatározásban az elején, hogy vergődtem, ez igaz a romákra is, mindenki vergődik. Ő magukra nézés is vergődnek, mert nem egészen tudják, hogy kik ők. Hova is tartozom? Szóval ez nagyon nehéz, egy ilyen zavaros, mert svábnak sváb az egyszerűbb, az simább történet sokkal, hogy most én svábnak tekintem magam, mert ezt otthon mondták, és akkor az lettem, és ebben nekem semmilyen hátrányom nincsen, csak előnyeim vannak, stb. Itt ez nem egyértelmű az önmeghatározás, nagyon jellemző a többes identitás, tehát azért ezt, akit említettem példának, azt a markáns, radikális, én csak cigány vagyok című attitűdöt kevesen vallják, mert ugye alapvetően egy asszimilált társadalomról beszéltünk Magyarországon a romák esetében. Ugye, és nagyon tipikus a negatív identifikáció, a problémákra a reakció egy elutasítás, egy elhárítása az identitásnak. Hát és itt van az asszimiláció stratégiája, mert tulajdonképpen a társadalom, amikor a legtoleránsabb arcát mutatja a romákkal szembe, akkor nagyjából azt mondja, hogy már ne legyél többet roma, hanem legyél olyan, mint mi vagyunk, mint ami a nagyon jók lennénk. Tehát ez ugye arról nem beszélnek, hogy mi a többség, mennyire vagyunk jók, én nekem van némi pesszimizmusom, hogy mi a jók vagyunk. De hát ha ilyenek leszek, akkor nincsen probléma. A külső megítélés, amely nem veszi figyelembe igazából azt, hogy valaki magát a romákhoz milyen mértékben tartja közelinek, különböző negatív szociológiai és szociálpszichológiai szempontok, dimenziók
megközelítések mentén határozza meg ezt, főleg azt beúszik a szegénység, és ilyen az emberekben van egy nem alaptalan félelem a szegénységtől, én magam sem akarok szegény lenni, meg úgy egyáltalán a szegénység az kudarcot jelent, ettől magamat el akarom mozgatni, őket annak látom, deviánsnak látom őket, könnyen kriminalizálhatom őket, ugye ez ennek a legszebb esete ugye a cigánybűnözés kategória, ami nem tudományos kategóriaként az egy bonyolult kérdés, hogy fölmerülhet, hatósági kategóriaként még nem merülhet föl, mert alkotmányellenes. Tehát aki azt mondja, hogy meg is nem lehet tudni ki a cigány, tehát nem tudhatja, tehát az, aki a bűnözőkkel foglalkozik, az, vagy a gyanúsítottakkal, annak nem lehet fogalma, hogy cigány, tehát az, amit ugye volt ez a hosszú történet, ami még máig is még úgy érteti a nyilvánosságot, a miskolci rendőrkapitány története, hogy ő tudja, hogy ki a cigány, és persze tudja, hogy ezek mind bűnözők, ő nem tudhatja, mert a rendőrség nem tudhatja, hogy ki a cigány, kivéve ha megkérdezik a gyanúsítottól, jogsértés követ el. Egyetlen esetben jogos, ha tudjuk, hogy esetleg cigány, hogyha ő ragaszkodik, hogy ő cigány, például azért, mert valamilyen hátrány érte őt, kirabolták, mert hát mondjuk ez kevésbé tipikus példa, de mit tudom én, bántalmazták, mert ő cigány. Akkor persze, van értem a cigánynak, de ha véletlenül a kliens, mert fél, hát én is félnék a rendőrségtől, pedig hát nincs ilyen problémám, úgy kezdem, hogy én Örkény Antal és cigány vagyok, akkor azt kell mondani a nyomozónak, hogy hopp, jegyzőkönyvből kihúzni. Kihúzni nem lehet tudnunk, mert ugyanis a hatóságnak, colorblindnak, angolban gyönyörű kifejezés, színvaknak kell lennie, nem szabad, hiszen jogegyenlőség van, állampolgári jogegyenlőség van. Jó, de van egy ilyen kriminalizáció, megint csak ilyen negatív. Az egyetlen kutatási lehetőség van, erre volt már példa, de ez nagyon ritkán, amikor börtönökben megkérdezte valaki anonim kérdőjével, hogy ő magát cigánynak vallja-e, és megkérdezték, itt tudom én, mit csinált, és kiderült, hogy lopott. Erre van mód, de ezek a bűnözési statisztikák is bonyolultak, mert mondjuk most mit veszünk alapul? Mondjuk a gyilkosságokban biztos nincs több gyilkosság, ha tudnám, ha tudnám, hogy ki a cigány, akkor sem mondhatnám azt, hogy gyilkosságban több gyilkosság van, még talán súlyos testi sértésben sem. Valószínűleg bizonyos kategóriában rengetegen vannak, lopásokban, meg hasonlókban, de valószínűleg a broker botrányban nem nagyon érintettek egyikük se. Pedig azért úgy összvolumenében a broker botrány az nem kevés, és még várjuk el, hogy elkapják-e az illetőket. Nem beszélve szegény kliensektől, akik megfutnak a pénzük után. Tehát ezek nagyon bonyolult kérdések, és nagyon óvatosan kéne bánni ezzel a dologgal. A világ sehol nem oldotta meg a történetet, nézzünk amerikai krimiket, lehet látni. Arra odafigyelnek Amerikában már nagyon régóta, nem egy rossz dolog. Itt is próbálkoztak vele, tehát a rendőrség mentségére mondom, mert azért sok minden történt ebben az országban, nem mindig sikeresen, hogy mindig egy fekete meg egy fehér legyen, a rendőr ilyen kombinációkat küldenek, hogy nehogy azt érezze a gyanúsított, hogy itt etnikai elfogultság lehet. Tehát mindenféle próbálkozás van, de azért valószínűleg ott is a rendőrség a gyakorlatban, ugye a kábítószer kereskedelemben nagyjából tudhatja, hogy hol keresse a kábítószer kereskedőket. És valószínűleg ott több a fekete, mint a fehér. De ezt nem mondhatja a rendőrkapitány. És nem értett vele együtt a miniszterelnök se, már is hivatkoztam a mostanira, akkor hivatkozom a akkorira, Gyurcsány Ferenc milyen egyetértett a rendőrkapitánnyal. Tehát most minden kettőn elvettem a port. Az egyenlőség jegyében. Előítéletek és stigmatizáció, és az etnikai alapú diszkrimináció. Van egy kollégám, a Sík Endre, aki ezt próbálja mérni, nagyon nehéz mérni, mondom, mert rafináltak a diszkriminátorok, hát mert nem akarnak törvényt sérteni, ez érthető, de a szociológus is trükkös, mit csinál? Például, hogyha egy álláshirdetésre a szociológus nézi ezeket, és először egy ilyen roma kinézetű nevű lakatosnak hívják, magáról ilyen romát sejtető információkkal bemegy, de mondjuk legyen megfelelő a képzettsége, tehát megfeleljen a munkának,
és elzavarják, hogy nincs már munka. Már kiadták, már ránéznek, oppá, ez nekem nem kell, ez roma. Majd beküldöm a második kliensemet, a saját kliensemet, aki nem romának néz ki, ugyanolyan paraméterekkel bír, és fölveszik. Másodszor, tehát ő a második. Hát ez, most ebből nehéz kijönni, mert azt mondta, hogy már elment a munka előtte, akkor most miért is, akkor mégsem ment el a munka. Tehát ilyen nagyon rafináltan lehet szórakozni, de ez az egész percepciónk baromi érdekes, egy harmadik kollégám, most nem tudom, hol tartok, az előbb a Sikendre, most a Siklaki, az egy egészen egyszerű, pompás vizsgálatot csinált, és szerintem a lényegét mutatja be a történetnek. Ilyen fókuszcsoportos vizsgálat volt, ebbe az épületbe való kutatás, mert ugye a szociálpszichológiai, azt csinálta, hogy vannak ezek a magazinok, amik a különböző ilyen szupermarketek osztogatnak, és ott vannak, mit tudom én, a Baumax, meg ezek, és akkor és ilyen kerti gépeket árultak, és volt két kép, az egyik az eredeti, ahol ilyen középosztályi, fehér család, gyerekek ott kint hancúroznak a gumi medence mentén, és minden a helyén van. És mellé bemontírozott egy másik variációt, ahol csak az különbözött, csak az arcokat kicserélte markánsan roma arcokra. Na most egyszerűen a reakció az volt, hogy akiket megmutatta ilyen értékelésre, rögtön zavart érted, ez nem lehet. Tehát egy rendezett kertbe, gyerekekkel körülvéve, itt a füvet vágni egy ilyen fűnyíróval, ha valaki roma, azt nem csinálhatja, mert a romának nem ott a helye. Ahol a helye van, az persze a Baumax, nem ez volt a cég különben, azt nem akarta hirdetni, mert azt ő nem árulja, ami a helyén, a romáknak képzelt helyen szükséges, azt nem árulja a Baumax. Baromi érdekes, tehát és ez a percet, ugye ezért van, hogy Amerikában meg az egész világon elterjedt, azért nagyon-nagyon a médiában, hogy folyamatosan mutatni kell, hogy sokszínűek vagyunk. Hát ha megnézik a CNN-t, nincs olyan hírműsor, amiben a két bemondó etnikailag azonos lenne, nem tudom, hogy milyen etnikumúak különben, de hogy különböző, azt tuti. Nemileg is különbözőnek kell lenni, életkorban is különböző. Erre úgy odafigyelnek, ami lehet pedantéria, meg ortodoxia, de nevelő hatása is van. Mert megtanulom, hogy mi sokszínűek vagyunk. Na most erre a magyar média képtelen. Bár tett erre is erőfeszítést. Tehát tulajdonképpen minden szereplő tett mindenre erőfeszítést, a siker az viszont egyre inkább elmarad, sőt a helyzet az romlik. Kulturális problémák. Tehát itt mi volt a tanulság tényleg? Ja, nem volt tanulságom. A kulturális megközelítésre van tanulságom, a társadalmi és etnokulturális kollektív identitás hiánya. Most ez már a romákat érinti, és itt jön a probléma az etnicitásukkal, hogy nehezen férnek bele, mert nagyon-nagyon heterogének. Borzasztó heterogén etnikai kisebbség, nagyon sokfajta történet és kulturális hagyományokkal, néha belebegtetik ezt az Indiát, de azért ez az India sem egy meggyőző dolog. Hát lehet, hogy onnan jöttek, de hát ilyen alapon akkor a magyaroknál meg nem tudom, mi az Uralt kéne belebegtetni a többségi társadalomnál. Tehát ez nem működik igazából. Ez az India nem nagyon meggyőző, mert hát amúgy Magyarországra például Romániából jöttek a cigányok, és azok inkább már románok voltak, romániai cigányok, és nem pedig indiai cigányok. De ezért az etnicitáshoz nagyon fontos a kulturális hagyomány. Van neki kulturális hagyományuk, csak ez olyan megfoghatatlan, tehát sokkal inkább lokálisabb kulturális, bár azért vannak standardok a temetkedési szokásaiktól kezdve, jelentősen eltérnek mondjuk a más etnikai csoportoktól. De ez nem kanonizálódik, ez nem válik egy általánosan ismert és bevett kultúrává. Borzasztóan széttagolt és nem kialakított a kulturális identitásuk. Hát most beszéltünk a beásokról, az oláokról, a romungrókról. Merően azt hiszem, mert a romungró, hogy ez a magyar, hagyományosan magyar cigány, ez nem is beszél más nyelvet, ez csak magyarul beszél, mondjuk, hogy akcentusa, de nem beszél más nyelvet. És ez a 70-valahány százaléka a magyarországi romáknak. Nagyon gyengék az etnikai kötelékek, és itt megérkezünk a problémákhoz. Tehát nagyon gyengék az etnikai kötelékek egymás között, nagyon széttagolt,
és nagyon-nagyon törékeny a szolidaritási alap. Szóval ez egy nagyon lényeges különbség. Persze a szolidaritásnak ilyen értékalapú bázison kell nyugodnia ennek a szolidaritásnak. Kell benne egy meggyőzött hit, hogy nekünk van egy közös kulturális gyökerünk, meg értékvilágunk, amiben különbözünk másoktól. Ha ez nincs, akkor ugye ez a szolidaritási háló hát gyengül. És hát borzasztóan nincsen jövőkép. Ami nem meglepő, hogyha ezt már mind elmondtam, amiket elmondtam, ez egyáltalán nem meglepő kérdés. Mi vizsgáltuk, ez az elhíresült, ami leginkább kapcsolódik mondjuk a romák helyzetéhez című vizsgálatunk, az pont a sikeres romák vizsgálat volt, az meg is jelent könyvben. Az eredmény, amikor kérdőíves technikával általunk sikeresnek mondott roma válaszadókat kérdeztük az életútjáról, az identitásáról, az integrációjáról, és hát a legdominánsabb, most már kitalálhatják, hogy melyik a legdominánsabb életút, amikor hát relatív sikerről beszélünk, úgy értem, hogy ez inkább az integrációról beszélek, bár vannak fantasztikus nagy sikerek is, hát az asszimiláció. Szóval mondjuk az elképzelhető, ez elég érdekes folyamat, hogy nagyon sokszor a sikeresnek, általunk sikeresen tekintett romák esetében volt egy asszimiláns korszak gyerekkorban, tehát nem is tudta, hogy ő roma például, de járt általános középiskola, egyetem. Az egyetemen valahogy szembesült ezzel, de nem is érte diszkrimináció feltétlenül, és ott kezdte újraépíteni a saját roma identitását. Mert rájött arra, hogy ez egy kincs. Ez neki fontos. Ez az újjáépítő identitás, ez sokszor előkerül. Úgyhogy most ez a dolog hiányzik, hogy tulajdonképpen, ha megkérdez, tehát én mondjuk egy roma politikus lennék, és megkérdeznék tőlem számon kérőleg, hogy miért akarom azt, hogy a romák minél inkább romának érezzék magukat, hogy indokoljam meg, hogy miért jó romának lenni. Nehéz rá válaszolni. Mert ugye a háttér zavaros, persze mi összetartozunk valahol, megint csak nagyon, az nem vitatható, hogy van egy roma közösség, tehát ezt nem lehet megkérdőjelezni, csak ez nagyon laza, és nagyon gyenge szálak fűzik össze, és mit tud kínálni neki egy roma identitás? Borzasztó bonyolult, ugye ehhez kell a többségi társadalom. Mert azért az, hogy a többségi társadalom hogyan látja a romákat, ez összefügg azzal, hogy egy roma kisebbségi politika mit tud kezdeni ezzel a történettel. És itt nem, most lehetne már egész konkrétan lemenni a dolgokhoz, hogy például a romák számára is megerősíteni azt, hogy nekik van egy értékes, közös kulturális hátterük. Hogy ez nem egyszerűen ilyen szertefoszló valami, hogy az pont nem az, amivel az emberek stigmatizálják a romákat, hogy ez egy lusta nép, ez nem tud semmit se kezdeni magával, stb., hanem össze kéne keresni, hát ez történik minden közösség esetében, amikor kollektív identitás, hát ez történik a nemzeti identitással is, hát mindent összekapart a magyarság, tényleg. Hát amikor a nemzeti identitás megszületett, a modern nemzeti identitás a 19. században, ott aztán volt kaparás, nyelv, történelem, irodalom, múlt, minden volt. Én annak az irányzatnak vagyok a híve, aki azt mondja, hogy ez egy konstrukció volt. Nem baj, megkonstruáltuk a történelmünket, jött Szent István, oda tettük a pillérre, ő már alakította a magyarságot. Szép, happy endes történet. Hát és akkor kell persze bűnösöket is találni, leginkább külső bűnösöket, bűnbakokat. Minket aztán a sok-sok ellenség nyomott, de mi fönnmaradtunk kisországként, és küzdünk a világ első frontjában. Na most ezzel, egy ilyen narratívával lehet látni nagyon a nacionalizmus, bár ezt is kutatjuk, azért az nem annyira hülyék az emberek, de ez azért sikertörténet, mert ezek mesetörténetek. Hát a magyar történelem az egy mese. A Gerő Andrásnak van egy nagyon-nagyon szép könyve a Hősök teréről, ajánlom a figyelmükbe, képes könyv is ráadásul. Leírja a történelmét a Hősök terének, meg ennek az egész monstrumnak. Most miről szól ez? Ez egy panteón. Most a panteonban az történik a Gerő elemzésében is, nagyon nehezen jött, tehát azért megint csak minden relatív, nem csak
már, tehát globálisan, tehát a hülyeség az nem csak magyar történet, hanem legalább ennyire hülyék a többiek is. Másrészt a magyarság hülyeségesen csökkent időben, mert pont ilyen hülyeség zajlott, amikor az egészet elfogadták a 20. század fordulóján, nem tudtak megállapodni, mindenki mindenkinek elmondta magát. Na mindegy, végül fölépült. Utána mi következik ebből? Elkezdték a figurákat cserélgetni. Most ez mutatja, hogy az egész egy konstrukció, de semmi baj nincs vele. Mert profilt adunk az épp meglévő nemzeti identitásunknak. Kossuth good guy, ott marad. Kossuth nem jó guy, megy. És akkor így kéne egy raktár különben, tehát praktikusan lenne egy állandó raktár, és akkor mit tudom én, kormányváltás, rögtön első kérdés, nevesítsék a hősöket, mi betesszük a hősöket. Gyönyörű szerintem, abszolút gyönyörű. És abszolút lehet igazolni. Szóval ezek mind konstrukciók, mind ahogy most konstrukció a parlament előtti tér, ahogy a várban nem lakott egyetlen uralkodó se, és akkor most egy vári lakká átalakítjuk minimum 500 milliárd forintért, hát egy kicsit luxus. De hát végül is egyszer lehet, hogy királyunk is lesz, és akkor majd beköltözik. Végre egyszer beköltözik. Reméljük, hogy lesz modern infrastruktúra, központi fűtést csak megcsinálják, tehát, hogy nem, mert azért az lenne jó, hogyha be kéne költöznie eredeti állapotába, tehát az egy dobás, tehát az tényleg, na jó. Mert most már nagyon végéfele járok az időnek, próbálok itt most már lazítani a feszültségem. Jó. Kitörési pontok, menekülésekről van szó, az etnikai külső, tehát a külső kategorizációból ki kell menekülni, az biztos. Amin persze megint csak a külső szemlélődőnek az álláspontjának a megváltozását is jelentheti, meg az etnikai csoportnak végre valamit kéne csinálni. Megint csak egy példa. Elmennek Párizsba, hát engem lenyűgöz mindig, hogy azok is nacionalisták tényleg. Francia, franciát szeret. Mégis ott van minden kisebbségnek egy múzeuma. Minden kisebbségnek. Hát gyönyörű. Gyönyörű. Hát ebben az országban a cigány kisebbségi múzeumot nem, folyamatosan beszélnek róla. 10-20 éve. Nincs múzeum, ahol be lehetne menni egy gyerekkel, hogy hát ez a roma, tényleg. Szóval erről gondolod azt, hogy te most a villamosra most leugrasz, meg megijedsz egy romától. Szóval be kell mutatni a sikereket, mert rengeteg siker tapad a romákhoz, akár az, hogy mit tettek a szocializmusban, mit építettek. Az is egy siker, hát ők voltak azok, akik a gátakat ott építették. Szóval mindent lehet oda kitenni, a semminél minden több, és szerintem van mit kitenni. Ebben nem sikerült megállapodni egészen napjainkig. Tehát múzeumokat kéne építeni, művelődési helyeket, emlékműve. Hát most egy egészen más példát, hogyha elmennek Berlinbe, hát az a legcsodálatosabb. Az még szebb, mint a Párizs. Ugye ott van a Brandenburgi kapu. Mit csinálnak? Csinálnak egy holokauszt memóriát, emlékművet. Hát ez szerintem a világ legszebb emlékműve különben. Na de nem nyugszanak. Mit csinálnak utána? Tőle 200 méterre csinálnak egyet a melegeknek is. Ők is meghaltak szegények a holokauszba. Megint nem nyugszanak. De attól 100 méterre csinálnak itt a cigányoknak is. Gyönyörű a cigány emlékmű. Tényleg. Tehát nem az, mint a holokauszt, az egy monumentális dolog. Ez egy egyszerű, tökéletes. Ott van Berlin legközponti helyén. Szóval így lehet identitáspolitikát csinálni. De azt csinálni kell, szerintem a nacionalizmus, ha a többséget nyomjuk, avval csak ártunk eznek a történetnek. Az biztos. A többséget nem. Vissza kell fogni a többséget, nem azt, hogy nyomni. Hát a többség magától is nyomulni akar. Tehát ilyen értelemben vissza kéne ezeket fogni. Mobilitás kéne, ez biztos. Tehát ez, és szét kéne választani a szociális szempontot és az etnikai szempontot. Én nem véletlenül, én mindig etnikai szempontú politikát hiányolok a szociálistól, meg kell szabadítani a cigányságot, de meg kell szabadítani a szegényeket is valamilyen értelemben. Szegénység mindig lesz, ezt nem lehet megszüntetni, de azért annak a minőségét lehet változtatni, meg a méretét is lehet változtatni. Szóval azért ezen sok mindent lehet csinálni. Azt meg decigányoznám, hogy a szegény politika ne cigány politika legyen, hanem tényleg a szegény politika legyen. És persze nagyon sok múlik a romákon, tehát ezért van ez a két oldal, mert a romáknak, tehát a romákon is le kell verni a port, ha csak ilyen partalan, szegénység, fájdalomban küzdenek, nekik is ki kéne kreatívan találni, hogy lehet ebből, meg kéne faragni ezt az etnikai, mert számosságában megvan.
tényleg etnikai kisebbség. Csak ha nincs mögötte egy koherens tartalom, minőség, értékvilág, teljesítmény, jövőkép, akkor ebből nem sok lesz. És mit tett az állam? Utolsó. Igen. Hát ez tulajdonképpen én alapvetően az államtól azt várom el, hogy ami kötelessége különben, az első pont, ez a legfontosabb, ez a color blindness, tehát a színvakság. Antidiszkriminációs politikát kell, és jogállamiságot kell. Az államnak ez a legfontosabb feladata. És persze optimistán azt mondanám, hogy bár megint most már 2-1 lesz, nem értek egyet a miniszterelnökkel, szerintem a multikulturalizmus bármennyire is nehéz, bármennyire is ellenmondásos, bármennyire is sokan mondják, hogy Nyugat-Európában sem egyértelmű, nincsen más. Le kell bontani a kulturális homogenitás. Az egy nagyon fontos dolog volt a nemzetállam építésnek egy korszakában, amikor nemzetté váltunk. Minden ország homogenizál, mindenki egybe gyűjti az embereket, akik aztán létrehozzák a saját politikai nemzetüket, de ma nem ez a feladat, mert már létezünk, már elég régóta létezünk, ma azt próbáljuk, hogy mennyi kincsünk van. Ez a multikulturalizmus, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és ezt kell integrálni egy közös kultúrába. A mi kultúránk az tulajdonképpen sok-sok kultúra szintézise. Hogyha ezt nyomnánk, akkor biztos jobb lenne a hangulat, és biztos jobb lenne az emberek boldogság foka, mint jelenleg. Most lehet, hogy a többség boldog, de hát ő is poruljár ebbe a folyamatba, tehát tulajdonképpen ez csak rövidlátás. És persze kéne az esélyegyenlőséget is erősíteni. Munkaerőpiacon nagyon nehéz, iskolában abszolút az ő jogosítványa, különösen most, hogy államosították. Regionális politikában, amit mutattam a térképen, az is nagyon fontos, nagyon nehéz feladat. Települési szinten, az is nagyon nehéz. Ezeket kell megcsinálni, toleranciát kell építeni, mert azért azt kell mondanom, hogy azért kevés olyan csoport van, sőt, nincsen is ilyen csoport, messze földön nincs ilyen csoport, ami ilyen szintű kollektív elutasításra találna Magyarországon. Ebben mindenki egyetért, tényleg, ezt vizsgáltuk sokszor. Ebben nincs státuszkülönbség, ebben nincsen területi, ebben az emberek nagy része egyetért, hogy nem szereti a cigányokat. Szóval szerintem ez tarthatatlan. De nem is tudja, ki a cigány igazából, megkonstruálja maga cigányképét, majd azt elkezdi gyűlölni, és aztán aki jön szembe, azt mondja, hogy na, te is az vagy, na, te is gyanús vagy, na, te sem idevaló vagy. És akkor így mennek ezek a történetek, ennek gátját kell állni, de hát a tolerancia szint mondjuk ebbe a dicsőséges magyar nemzeti történelembe, toleránsaképpen nem voltunk különösen eddig se. Tehát itt rengeteg jó potenciál van, ki kéne találni. Végtelen lehetőségek vannak, és nem is kell kitalálni teljesen új dolgokat, mert azért a világon fantasztikus tolerancia építési projektek vannak, nem mindegyik működik jól, valami rosszul működik, nem jön be, ki kell. Ez mind az egészségügy. Tehát én szerintem nagyon nem kell gondolkodni, mert az a kérdés, hogy melyiket válasszuk, és azt válasszuk ki, ezt ne csináljuk, tehát ez biztos. Tehát hát az egészségügynek mégis az a feladat, hogy megőrizze az életet, és ne pedig az, hogy felgyorsítsa az élet megszűnését. Tehát ez biztos, és az orvosoknak tisztelet, meg a nővéreknek, de de nem kell kitalálni, az igazság. Szóval ez mániájuk, hogy ki akarják találni a spanyol viaszkot. Itt sem kell kitalálni. Szerintem Európában olyan sok történet van, ha megnézzük Németországot bevándorlás kontextusban, fantasztikus dolgok történtek. Miközben tele vannak problémával. Tehát ebben nem az következik, hogy a németek azok teljesen nyitottak és boldogak. De egy dolgot megkérdeztem a múltkor egy diáktól, aki diákom volt, és most meghívtam előadni, mert kint Németországban szociálpolitikus migránsokkal hatalmas pénzt költenek a németek. De tényleg, luxus, tényleg, egy ilyenre én nem is tudom, már padlót fognék. Tehát ő például öt gyerekkel foglalkozik, jó félállásban van, öt gyerekkel külön-külön, kíséri őket a moziba, ide kíséri, oda kíséri, beül a McDonald'sba, megeszik a kaját, integrálják a bevándorló gyerekeket. És akkor kérdeztem, hogy na de ez hatalmas pénz. Hát öt gyerekre jut egy szociális munkás, hát ez nonsens. És mondom, mit szólnak a németek ehhez? Hát Magyarországon mindenki kiborulna. Hát azt mondja, valóban Kelet-Németországban a fasisztáknak nem tetszik ez különösebben. Ott elég szarul mennek a dolgok keleti régióban. Különben meg az emberek úgy gondolják, hogy Németország nem létezne bevándorlás nélkül, Németországnak szüksége van,
De ha nincs integrálva a migráns, az csak árt Németországnak, rá kell költeni ezt a pénzt. És ezért azt mondják, hogy ha már költjük, akkor költsük jól. Hát ezt tudnám mondani maguknak zárszónak. Képviseljék azt, hogy ha már költsük, költsük jól, de főleg legyen mit költeni. És remélem volt értelme, amit elmondtam, de azért még van idő, hát olyan sok nem, de én úgyis 5 percet később kezdtem, tehát én tőlem maradhatunk. Szívesen venném, aki ellentmondana nekem, mert egy tudós azt nagyon szereti, ha ellentmondanak neki. Egy pedagógus is, szerintem nem Magyarországon, de egy normál pedagógus azt nagyon szereti, ha ellentmondanak neki. Ennyire nem lettem, jó, hogy megnyugodtam, mert nem, ennyire nem lettem meggyőző. Akkor ott lesz majd egy is. Akkor itt meg ott, jó? Az volt a kérdés, hogy a cigány vajdáknak lehet-e még szerepe? Hát, mint a skanzennek. Szentendre és skanzen, szerintem. Én azt gondolom, hogy a romák pont azon a... De ebben nincs különbség különben szerintem a romák és nem romák között, hogy ugyanazon a politikai szocializáción mentek keresztül, mint ahogy mi, mert én például... elég drámai politikai szocializáción keresztül mentem, mondjuk a rendszerváltás óta. Azóta megtanultuk, hogy mi az, hogy jogállamiság, mi az, hogy alkotmányosság, mi az, hogy politikai demokrácia, parlamentarizmus, és ezek, azt megint csak dicsérem a magyar rendszert. A magyar rendszer ebből a szempontból megint példamutató rendszer. Vannak hiányosságai, de létrehozta a kisebbségi törvényt, ezer sebből vérzik, de van kisebb, és van ennek van értelme. Létrehozta az ombudsmani hivatalt. 20 évig gondolkodott, hogy megoldja a kisebbségek, nem a kisebbségek ellenére a parlamenti képviseletet. Létrehozta az kisebbségi önkormányzatokat. Tehát én szerintem ugyanazt a, tehát ha élünk egy politikai rendszerben, ha én roma vagyok, ugyanazt a politikai rendszer gondolom, lehetnek képviselőim a megfelelő módon, megegyezve a jogállamiság elveinek. Tehát egy vajda az olyan, mint egy pap. Tehát valami más módon születik. Nekem nincs, papokkal nincsen bajom, csak a szekularizációval értek egyet. Tehát, hogy nem feltétlenül a közügyekben kell a papoknak aktívnak lenni, viszont nagyon sok mindent kéne csinálniuk, és kell csinálniuk a papoknak a közösség szervezésbe, és döntő szerepük lehet a lokális közösség minőségébe. Tehát a vajdákat én nem tiltanám be, de nem várnám tőle azt, hogy bármilyen a politikai és társadalmi integráció tekintetében a romák számára jobb megoldás lenne, mint ami létezik. Azokat kéne kihasználni, szerintem. De ez az én magánvéleményem. Ott ez volt egy szőke. De jó kérdés. Mert van, aki ezt... Enyhe értelmi fogyatékosokat tanítottam, akik hamarosan a kis létszámú osztályban fölerősödtek, és jöttek az ötösök, négyesek. De azt a háttért sose kapták meg a von Haus, amit másik gyerek az integrációban megkapott. Ott már 3 éves korában meseszerűen János Vitéz tanult. Az a roma gyerek csak 5. a mi iskolánkban, amikor ahol tanítottuk. És amikor láttam ezeket az ötösöket, igazolt Zeisel Endre, aki budapesti fogyatékosokra egy ilyen budapesti nagy felmérést csinált a mi iskolánkban is, és a 300 létszámú iskolából 80 gyerekről azt írták, hogy nem, oda valók, vissza az általánosba. De hogy mentek volna vissza, amikor már 2 vagy 3 év elmaradásuk volt, és sorra vesztegették el, ezek enyhe értelmi fogyatékosok voltak, tehát elvesztették a személyi igazolványukat, mert a 70-es években is érezték az ellentmondásokat, és akkor megint csak ott voltak, ahol ennyit a kis ellentmondás, hogy az iskolában egyenlőség van. Bizonyos ideig, steril anyagnál,
de aztán otthon hozzá egy asztal nem volt a családlátogatás, amikor megnéztem őket, ahol tanultak volna. Köszönöm. Nagyon köszönöm a megjegyzést. Mondjuk fogyatékosiben én kevésbé vagyok kompetens, bár ugye a kisegítő iskolákról rengeteg kutatás történt, és azok mutatták, hogy hogyan is zajlik ez az egész folyamat. Nem feltétlenül egyéni diszkrimináció, hanem egy strukturális folyamat következtében. De amit mondott, ahhoz viszont ezt akartam mondani, ezt ma reggel eszembe jutott, amikor jöttem, vagy mentem tanítani, és már jöttem agyilag ide, hogy igen, ez a, amit említett, az iskola mobilitás. Szóval ez csodás dolog. Szóval, hogy tök igaza van. Von Haus. Ott van az én gyerekem, mert egy kisebbik, aki még érintett, hát mindent megkapott tényleg. Hát most mit vár az ember egy ilyen? Mindent meg. Most a legjobb iskolába jár. Gyakorlatilag letett egy kemény vizsgát, amikor hatodikos volt, és életében többet nem kell vizsgáznia szerintem, mert nincs ami megállítsa tényleg. Hát 100%-osan veszik fel onnan a gyerekeket az egyetemre. És ugye ez az iskola a harmadik a listán a rangsorban, de nem ez az igaz, és én szeretem a gyerekemet, meg szerintem amúgy tehetséges, meg nagyon szorgalmas, meg nagyon jó képességű. Tehát nem aggódom. De nem ez az igazi nagy teljesítmény. Szerintem az a teljesítmény, aki alulról jön. Nekem volt olyan feleségem, aki alulról jött, páratlan volt látni azt az erőt benne, ami átvitte őt ezeken a korlátokon, ez a von Haus problematika. És csak jelzem, hogy nem tudom, a Radó Péter, aki oktatáspolitikus, oktatásszociológus, oktatáskutató, egyszer föltette egy mérést, nem ő csinálta, valami vidéki szakember csinálta, vannak ezek a rangsorok, iskolai rangsorok, ezt ismerjük, HVG meg ezek, de azt csinálta a pasi, hogy azt mondta, hogy igen, mert hogy von Haus, itt már aki bejön, az olyan. A hozzáadott érték magas, tehát nem, ő nem vitatja ezt, de nézzük meg, hogy hol a legmagasabb a hozzáadott érték, és ezt kezdte elmérni nagyon bonyolult regresszió számításokkal, és kiderült, hogy csak vidéki iskolák vannak az első 10-be, ahol a hozzáadott érték a legmagasabb, mint a fazekasba, meg a többibe, mert ugyanott magas a hozzáadott érték, de már magasról indul. Ez meg lentről indul, nem éri el azt a szintet, amit ezek elérnek, de ez a fantasztikus. Jó, ez egy lépcsős folyamat, tehát a mobilitásban is az a jó, hogyha generációról generációra, mert akkor ez a von Haus az kezd kicsit tompulni, hiszen minden generáció egyet tud előre lépni. Idő kérdése, én már nem élem meg, de ez nekem tényleg a legnagyobb tiszteletem azoknak, akik ezeket az ugrásokat megtették az életükben. Milyen egyetértek? Testvérpárt? Már is. Remek. Nem jó. Igen? Nem mondtak neked csúnyát, csak azt mondták, hogy mert nem vagy buta, és nem vagy hülye. Az, hogy cigány vagy, ez igaz. Ez pedig nem csúnya. Kisfiú azt mondja, hogy apa is cigány. Mondták neki, hogy kérdezd meg tőle. Azt mondja, és anya, te is cigány vagy? Mondja, hogy én nem. Egyébként sváb az anyuka. De az, hogy... Már óvodában a gyerekek így különböztetik meg egymást.
ez mutat rá arra, hogy a társadalomban milyenek a viszonyok a kisebbségekkel kapcsolatban. Köszönöm. Én is köszönöm a megjegyzést. Ugye ez a von Haushausznak a másik variációja különben. Mert ezek a gyerekek nem az óvodában tanulták ezt meg, hanem von Haushaus. Erre csak még azt tudnám mondani, hogy a legnagyobb, tehát az ember próbáljon pozitív lenni, a legnagyobb probléma ott van, és ez szerintem nem egy megoldhatatlan probléma, megint csak ennek az épületnek a lakóira célzók, hogy amikor az én gyerekem, megint ugyanaz a gyerek, mert az jó példatár, folytott a cigányozás, zsidózás az iskolába, osztályba, volt követően cigány származású gyerek is az osztályban, meg zsidó is, hát mondjuk leginkább a gyerekem az állandóan mondta, hogy ő zsidó, tehát az provokálta az egészet. De hogy amikor szóltunk a tanároknak, egyrészt összeomlottak, nem tudtak ezzel mit kezdeni, és a tanástalanság volt rajtuk. És lehetett látni, hogy ez totálisan hiányzik. Hát mondom azért az ELTE próbál tenni, meg a PPK, mert hogy van interkulturális pszichológia, meg minden. Ezzel föl kell, mint ahogy a szellemileg, vagy fogyatékos, tehát ezeket mind ki kell képezni, ezek tudások, ezek léteznek, ezek a tudások, hogy mit kell ilyenkor kezdeni. Mondjuk a szkepszis remek igazgató volt akkor, tényleg abban az iskolában, és a megoldása jó volt, a jövőképem nem javult, mert bement az osztályba, azt mondta, gyerekek, hallom, hogy itt cigányoznak, zsidóznak, ez ezért és ezért elfogadhatatlan. Mindenki menjen haza este, és mondja meg a szüleinek, von Haushaus, aki még egyszer cigányozik, zsidózik, annak a szüleit én följelentem a rendőrségem. Többet nem is volt. Nos, ez azért ennél vannak szofisztikát a módszerek, mert ez azért leginkább engem a szocialista poroszos iskolarendszerre emlékeztet ez a megoldás. Velem egykorú volt, tehát ott nőtt föl, de becsületes nő volt, azt mondta, följelentem a szülőket. Abba is maradt rögtön, mert a szülőtek hazamentek, elmesélték, a szülők nem akartak följelentést kapni. Hát akkor otthon mondták gyereknek, hogy többet nem mond az iskolába. Tehát, de teljesen átérzem, a probléma már ott kezdődik a probléma, így van. Tehát ott kéne az óvónőknél kéne kezdeni, és minden szinten kéne folytatni. Üdvözlöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy én úgy éreztem magam most, mint hogyha Erion Aronsonnak az előadást hallottam volna. Amerikában lettem volna. Ugyanez van a fehérek és a feketék, indiaiak és a mexikóiak között. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az előadást. Olyan boldog vagyok. Egyébként 71 éves nyugdíjas vagyok. Hát én meg külön hálás vagyok az Aronson-féle összehasonlításra. Ott ez nekem nagyon jól esik, és valóban ez egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg, hogy ez mindenütt. A problémák ugyanazok a problémák vannak, csak... Így van. Köszönöm. Hát ha nincs semmi, akkor köszönöm a figyelmüket, és érezzék jól magukat, és járjanak a többire is, mert... Köszönjük szépen professzor úrnak, és jövő héten várjuk Önöket Prazsák Gergő előadásával. Szép hetet! És aki nem volt itt az előző alkalommal, az Dávid szeretne szólni egy-két szót.